Ellenfelét várja a Ferencváros a női kézilabda magyar kupa döntőjében, hiszen a Fradi nyerte az első elődöntőt 33-26-ra, és hogy a csapat, amely majd megmérkőzhet a Ferencvárossal, az melyik lesz, az rövidesen kiderül, hiszen az Érd-Győr találkozóval folytatjuk a Török Bódog női kézilabda magyar kupa 4-es döntőjét, és a sorsolás szeszélye folytán a tavalyi finalisták kerültek össze ezúttal az elődöntőben, úgyhogy ez már némileg azért egy kicsit pikánsá teszi az összecsapást, és úgy is tekinthetjük, hogy mondjuk az Érd visszavághat a Győrnek, hogyha összejönne. Fellink Benadettel és Szilágyi Zoltánnal beszélgetünk továbbra is. Szóval csak hát az a nagy kérdés, és azért láthattuk az első elődöntőben, hogy amíg a Fradi is tartalékolt, addig egy pont után már a Dunaújváros is. Kérdés, hogy majd az Érd mondjuk milyen elképzelésekkel, attitűddel lép pályára. Az Érden azért hosszabb a kispad, mint Dunaújvárosban, tehát nekik annyira nem kell tartalékolniuk a holnapi napra, ráadásul szerintem bizonyítani szeretnének egy kicsit a tavalyi év után, hiszen nagyon megnehezítették azért a döntőben a Győr dolgát, úgyhogy szerintem úgy is állnak ehhez ez a mérkőzéshez, és aki nézte eddig is a műsort, az láthatta, hogy Kluiber Katrin nyilatkozatából ott előbb a végén már elszólta magát, hogy ők már azért most rápihennek majd a holnapi Győr elleni találkozóra, de ezzel azért el is árulta, hogy itt kerülgetjük a forrókását, de valóban azért mindenki úgy számol, hogy egy Fradi Győr döntőt láthatunk holnap. Csak hát az is tény, hogy a legutóbbi kiírásban, amikor a fináléban összekerült az Érd és a Győr, akkor valóban az érdiek megnehezítették a Győr dolgát. Hát emlékezhetünk, még a félidőben az Érd vezetett, de akkor most elevenítsük fel azt a finálét. Következik a Török Bódog női magyar kupa 4-es döntő fináléja. Három nullával indít az Érd. Egyenlít a Győri Audiencó. Vezet a Győri Audiató KC először a mérkőzés során. Három góllal vezet megint az Érd. Itt a Győr. Körbizsavit a vára Jerre. És nagyon flagmán megszerzi saját maga 7. gólját, csapata 27. találatát. A magyar kupa öröklangista élén ott van a Győri Audiató KC a 13. magyar kupa győzelemmel. Imént a kép bal oldalán Danyi Gábor akkor még másodedzőként ünnepelhetett. Az is nagy kérdés, hogy vezetőedzőként megszerzi első trófeáját a győriekkel. Itt látható a korábbi mérleg, és az is rögtön kibogarázható az eredményekből, hogy pont a Magyar Kupa döntőjében volt a legszorosabb a csata a két csapat között. Viszont friss hír az érdiek házatájáról, hogy Kis Nikolettnek a jobb bokájával van probléma, úgyhogy ő nem tudja vállalni a játékot. Ez mennyiben alakíthatja át az érdiek csapatjátékát? Van azért
alternatíva, tehát a Lavko ugye jobb átlövő, természetesen egy nagyobb felelősség fog rá hárulni, de én azt gondolom, hogy ettől még lehet ez egy jó mérkőzés. Nagyon sok fog múlni azon, hogy milyen lesz az érnek az átlövő teljesítménye, hiszen komoly átlövőkkel rendelkezik, és biztos, hogy abban sok lövés is fog menni a távoli zónákból, és ez nagyon meghatározó lesz az, hogy milyen lesz a Győrnek a kapus teljesítménye. Illetve hát azért Amorim most már visszatérőben van, sőt ráadásul nem csak, hogy visszatér, most már a lerónásokban is részt vesz, már támadásban is szerepelt, és hát láttuk az előző mérkőzésükön, ugye itt a Vipers ellen, hogy milyen jól összeállt a Bracet Amorim belső hármas, és ez megnehezítheti a Győrnek a dolgát. Ez szerintem egy nagyon fontos momentum lesz, hogy fog játszani az Érd, ezen fog múlni majd, hogy milyen mérkőzés lesz ez. Az Érdiekkel kapcsolatban azt mindenképpen ki kell emelni, hogy az elmúlt időszakban rendre részvevői a Magyar Kupa 4-es döntőjének, egy évet kivéve, amikor volt egy kisebb botlás még a Debrecen ellen, és akkor nem sikerült bejutni a 4-es döntőbe, és ráadásul mindig éremmel térnek haza. De hát az biztos, amire Detti utaltál is, hogy Szabó Edinának ez most már egy óriási presztízs kérdés, hogy na egyszer tényleg valamelyik nagy orra alá borsot törni. Igen, és itt a bejátszóban is láthattuk, hogy hát ő aztán belead mindent, ami abszolút szükséges onnan a pálya széléről ahhoz, hogy le tudják győzni a Győrt, de hát ez természetesen azért a játékosai kellene mai napon már elsősorban. Tényleg nagy kérdés, hogy fognak ők játszani, illetve hogy mennyit enged nekik a Győr, de hát ez mindig is így szokott lenni. Olyan furcsa a Győrrel kapcsolatban mindig így találgatni, hogy vajon majd hogy védenek a kapusok, hát majd ha az egyik nem, akkor majd ott a másik, ha ő sem, akkor ott a harmadik, tehát ezért nehéz, nagyon nehéz. Nagyon nehéz ellenük készülni, mert minden poszton, ugye, hát ezt tudjuk jól, nem egy, hanem akár több jó játékosuk is van, világklasszisuk is van. Hát például beálló poszton, hiszen most már a Győrieket elősíti a világ egyik legjobb beállója, Pintel, úgyhogy őt is meghallgathatjuk Görbic Anita mellett. Sokszor megkaptam már a kérdést, miért választottam a Győrt. Pedig a válasz egyszerű. Ez a világ legjobb csapata, amely minden sorozatban a győzelemre törekszik. A győzelem olyan számomra, mint egy drog. Szeretném újra és újra átélni. Még sosem voltam kupagyőztes. Németországban álltam hozzá a legközelebb, de a Thüringerrel elveszítettük a döntőt, aztán később a szuperkupával vigasztalódtunk. Ez is motivál most. Szeretnék végre egy olyan trófeát, amilyet még sosem szereztem. Engem azért tett, hogy a pályán lehessek. Én nagyon szeretek a pályán lenni, nagyon szeretem azt, hogy a szurkolók kijönnek. Minden nap jobb szeretnék lenni. Engem ez éltet, ez motivál, meg hát természetesen az, hogy tényleg mindent, ahol elindulunk, ott tudjunk nyerni. Krina Pinte a győriként még nem találkozott az Érddel, de így is az egyik legkedvesebb emlék köti a mostani ellenfélhez. Az Iszi Párival ugyanis két éve úgy búcsúztatták Szabó Edina csapatát az EHF kupa selejtezőjében, hogy 10 gólos hátrányt dolgoztak le a visszavágón. Pályafutásom egyik különleges pillanata volt, hiszen ekkora fordítása nagyon ritkán akadt példa egy kézilabda párharcban. Érzelmes és küzdelmes találkozó volt, de én az ilyen meccseket szeretem, mert csak akkor édes igazán a siker, ha minden tudásomra szükség van hozzá. Nem számítok másra most sem. Nem tudom, mennyire lesz taktika, mennyire lesz az, hogy fussunk, hisz két nap alatt két nagyon komoly mérkőzést kell majd játszani, de az biztos, hogy nem fogunk visszavenni a tempóból, remélem, hogy bírni is fogjuk. Én azt szeretném, meg azt akarjuk mi, hogy tényleg a mi játékunkra fókuszáljunk. Két szélsőjük nagyon-nagyon rohanós, futnak. Tóth Gavikának, hogyha kijön a lépés, akkor nagyon-nagyon jó teljesítményt tud játszani. Ugye ő szervezi a játékot, hogyha őt ki tudjuk venni a játékból, akkor szerintem több esélyünk van. Mi nem így kimondottan a játékosokra készülünk, hanem az, hogy csapatként ők tényleg ők mennyire tudnak majd érvényesülni ellenünk.
Foglalkozzunk még a győriek beállójával, Pinteával, aki egyrészt már csak az EHF kupa emlék miatt sem túl jó men az érdiek számára, de hát mellette pedig látható, hogy amióta Győrben megérkezett, azóta a győrieknél is elképesztően hatékonyan kézilabdázik. Hát hogyha ő lenne az egyszemélyes támadógépezet, akkor is embert próbáló feladat őt megállítani, de hát Győrben pedig klasszisok sora kézilabdázik körülötte. Hát mit lehet kitalálni? Nagyon nehéz, egyrészt iszonyú erős, igen, másik oldalról, tehát itt is azért, mivel ezek a belső pozícióban lévő lövőjátékosok mindent tudnak, nagyon jól megjátszák ugyanúgy őt is, egyébként Bracetet is, de nála is, és kifejezetten jó a lövészázalékát, hogyha megnézzük a BL-ben, hát azért 100% az nagyon, nagyon komoly. Hát ennél jobb per pillanat nincs. Ennél jobb nincs, igen, bár mondjuk egy kicsit aztán a bajnoki mérkőzéseken a százalék, hogy nézem, az már nem ennyire jó, de azért nem lehet elmenni mellett. Én azt megnéztem, azért 16 mérkőzés. Tehát én tudom jól, ugye az első mérkőzése neki január 2-án volt a Ferencváros elleni bajnoki mérkőzésen. És azóta, tehát 16 tét meccs, azért ezt hozzávesszük, még azért volt egy magyar kupa mérkőzésük is, akkor ezzel a mostani négyes döntővel 19 tét mérkőzés, 11. héten járunk ugye itt az évben, év során. Tehát iszonyú nagy terhelés ez, amit ők kapnak, és tényleg csak le a kalappal, hogy mennyire jól megoldják a feladatokat, hiszen veretlenek még mindig. A Györrel kapcsolatban már egy fontos tényt megemlítettünk, hogy amióta hogy a Danyi Gábor irányítja a csapatot, ott sok minden szólt inkább a támadásról, sok gólt szereznek, rohannak, de azért most például pont a legutóbbi BL mérkőzésen már a védekezést is időnként ki lehetett emelni. Igen, én is most olvastam el egy hosszabb riportot, és ott részletesen elmagyarázza, hogy ez ugye miért van, számokkal is a letámasz felbe most így nem mennék bele. Akit érdekel, az úgy is gondolom, hogy ezt átolvasta, de attól függetlenül, hogy ugye kritika éri mondjuk esetleg a védekezést, vagy hogy nem fordítanak rá akkora figyelmet, ahogy előbb is itt az Zoli elmondta, veretlenek, tehát most igazából nem lehet ebbe hibát találni. Valóban majd most jönnek a legnehezebb meccsek, de én nem látok olyan problémát az ő védőjátékukban, amit befolyásolni tudnász, hogy ők mondjuk kikapjanak akár ezen a hétvégén is, vagy a későbbiekben is. Nagyon jól össze van rakva ez a csapat, megvan minden posztra, a védő pozícióban is, meg támadó pozíciókban is az emberek, egyre jobban kezdenek összeszokni, és szerintem nagyon remek játékot játszanak. Erre mondják, hogy szép kihívás, ha az érdiek szempontjából nézzük, hallgassuk meg, hogy ők hogy várják a mérkőzést. Mindenképp magunkra kell odafigyelni, és hogyha úgy alakulna, hogy a harmadik helyért kell játszanunk, akkor ott is maximálisan oda fogjuk tenni magunkat, hiszen mindenképpen szeretnénk érmet szerezni és éremmel hazajönni. Lehet meglepetés is, de lehet, hogy könnyen nyerni fog a Győr ellenünk, de én úgy gondolom, hogy nem úgy fogunk oda menni, hanem oda fogjuk tenni magunkat, és bármi megtörténhet, hiszen egy meccsen fog eldőlni az, hogy ki fog bejutni a döntőbe. Nagyon kemény meccsre számítok, úgy gondolom, hogy úgy megyünk oda, tényleg, ahogy Gabi is mondta, hogy nem feltett kézzel. Úgy gondolom, hogy ebben a kuparendszerben ebben bármi megtörténhet, és mi így is készülünk, hogy meglepetést okozzunk a csapattal. Nem kézilabdába kell náluk jobbnak lenni, hiszen abban a világ legjobbjai, szóval egy olyan szintet képviselnek, amiben úgy gondolom nem tudunk felérni. Ezért az apróbb dolgokba fogunk készülni a taktikai lépésekben, szóval én úgy gondolom, hogy ez még jó lehet ellenük. Mindenképp a saját játékunkat kell játszanunk, és lehetnek meglepetések is, biztos, hogy ők is készülni fognak, de hát én nagyon bízom benne, hogy ebbe a meccsbe benne lehet egy meglepetés. Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az, hogy egy csapatként játszunk, mint azt múlt héten is megmutattuk a Siófok ellen. Úgy gondolom, hogy nekünk a hibáinknak az aránya nagyon minimálisra kell csökkenteni. Nem szabad tényleg eladni a labdákat, mert ebből nagyon gyors leruhanást tudnak vinni, ami igazán veszélyes. Úgyhogy ezekre nagyon kell figyelnünk, koncentráltnak lenni. Ezt a meccset senki ne temesse el, mert bennünk van, meg tudjuk mutatni, és így fogunk fellépni a pályára is. Get
elszántan készült tehát az érdi csapat, akiknél Krüpezs az egyértelmű gólfelelős, elképesztő számok, és ő azért rendre gólerősen kézilabdázik a Győr ellen is, úgyhogy itt inkább az lehet a kérdés, hogy ki az, aki még fel tud zárkózni mellé, kiktől kellene, hogy jöjjenek a gólok? Hát, ahogy említettem korábban, elsősorban ugye itt az átlövő játéka az Érdnek nagyon meghatározó lehet, de irányító pozícióban is egy nagyon gólerős játékosuk van Tóth Gabriella személyében, talajról való közbelövései kifejezetten jók, és hát azért az indításaik náluk is, tehát a lerohanás indítások náluk is nagyon hangsúlyos tud lenni, nem csak Krüpezs részéről, hanem a másik oldali szélső Lassos is kifejezetten jól indul. Ettől függetlenül ott van még Janurik Kinga is, vagy Fozsi, akik kifejezetten jó formában vannak itt az utóbbi időben, úgyhogy ezek mind összejönnek, akkor lehet egy jó meccs. És azért hangsúlyozzuk, hogy sok gól kellene az Érdtől, mert hogyha megnézzük a győriek teljesítményét ebben a szezonban, két olyan találkozót találtam, ahol 30 gól alatt lőttek. Az egyik egyébként a Dunaújváros elleni bajnoki, a másik pedig a Bukaresttel szembeni Bajnokok Ligája mérkőzés. Egyébként mindig 30 gól fölött dobnak, van, hogy 40 fölött a győriek. Igen, eddig is sok gólt lőttek, felállt fal ellen is, de most aztán, hogy ezt a kicsit másabb játékrendszert alkalmazzák, és rengeteg a gyors indítás benne, felgyorsult a játékuk, természetesen több a hiba is, de emellett ugye a gólok is, és ezt láthatjuk most a Győrnél. De akkor ez egyfajta taktika kell, hogy legyen, hogy akkor próbáljunk minél inkább egy sok gólos meccs felé kényszeríteni a találkozót, vagy ilyennel a Győrre nem lehet bemenni? Ezzel azért én úgy vigyáznék, tehát velük szembe menni, vagy belemenni egy ilyenbe, az nem túl célra vezető. Ami viszont itt elhangzott náluk, hogy be kell becsülni a labdát, tehát hogy ne adják a kezükbe a labdákat, az egy fontos része lesz a mai mérkőzésnek. Mert hogyha ugye könnyű labdákat adnak, akkor hiába fut vissza a csapat, tehát itt nem a visszafutáson lesz a hangsúly, mert azt a Győr meg fogja oldani, ez nem kérdés, hanem inkább, hogy minél kevesebb lehetőségük legyen arra, hogy ők gyorsan tudjanak indulni. Ehhez pedig vagy gólt kell lőni, vagy pedig úgy befejezni a támadást, hogy ne közvetlenül a kezükbe kerüljön a labda. Danyi Gábor tehát ezúttal már vezetőedzőként van ott egy Magyar Kupa 4-es döntőjében a győriekkel. Hallgassuk meg a várakozásait. Hát a Győr nagy ellenfele már ott van a döntőben. Mi kell a Győrtől ma az Érd ellen, hogy ott legyen abban a holnapi fináléban? Két mérkőzésben kell gondolkodni a Danyi Gábornak is, és hát a Győr a négy csapatot tekintve itt a Magyar Kupában a legtöbb mérkőzést játszott az elmúlt pár hétben, szóval így erőben hogy áll a csapat? Nem nagyon szoktam panaszkodni, de nyilván a leglényegesebb, amit említettél, hogy két meccsbe kell gondolkodnunk. És tényleg tehát a Ferencvárosról bőven elég ennyi, hogy bejutott a döntőbe, nem is szabad vele foglalkozunk, nem is foglalkoztunk, az Érdre kell koncentrálnunk. A bajnokságban már találkoztunk velük, nyilván az is egy teljesen más mérkőzés volt, mint mindegyik mérkőzés, nem szabad abból kiindulnunk. Abból kell kiindulnunk, hogy most egy elég erős menetelés közepette vagyunk, és ha nem is túl szép játékkal, vagy jó játékkal, de hozzunk el ezt a mai mérkőzést, úgy, hogy beosztjuk az erőnket, hogy nyilvánvaló maradjon holnapra is. Ha ez nem túl szép játék lesz, akkor az abban mivel lenne elégedett, hogy nem is szép, de mondjuk mi az, amire koncentrálna ebben a nem szép játékban? Hát természetesen szépen akarunk játszani, de egyáltalán nem bánkódnék, ha már nem sziporkáznánk, mert a mai mérkőzés leglényegesebbje, hogy hozzuk, és hogy akár egy góllal is, de nyerjünk és menjünk tovább. Én annak örülnék a legjobban, ha eleget és jól tudnám forgatni a csapatot, mindenkinek jutna játékperc, és mindenki tudna elegendőt pihenni, szem előtt tartva, hogy holnap lesz egy mérkőzésünk mindenképpen. Nem meglepő tehát, hogy Danyi Gábor is majd igyekszik forgatni a csapatát, de hát elég bő a győri keret is. Viszont valóban nem menjünk el amellett, hogy az érdiek már jó másfél hete csak erre a találkozóra készülhetnek. Igen, másfél hete volt egy kifejezetten jó meccsük, a Siófokot verték az a bronz meccsen, és az kifejezetten jó formát mutattak. Természetesen gondolom abban reménykednek, hogy ezt a jó formát át tudják menteni itt mára is, és többet tudtak készülni rá. Hát majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elegendő. Én azt gondolom még, amit még el kell említeni, hogy az Érnek a hatos fal egyébként elég erős, jól összerakott hatos falról van szó. Hogy ez hogy fog működni, ez majd kiderül, de ha
kevés gólon tudnák tartani a Győrt, akkor ebből tényleg lehet egy jó, talán jó izgalmas találkozó, ebben bízunk majd. Említettük, hogy Kis Nikolett sérülés miatt valószínűleg nem fog pályára lépni az érdieknél. Időközben egyébként az ő neve is bekerült a jegyzőkönyvbe, de hát minden további részlet majd kiderül a következő interjúból. Szabó Edinát is megkérdeztük. Hát az utóbbi években van a Magyar Kupában klasszikus mérkőzés, azért a Győrérd azzá érett. Ezen a mai mérkőzésen, mint ahogy a korábbi Magyar Kupa klasszikusoknál megkérdeztem, mi kellhet az Érdtől, hogy átlépje az eddigi határát, és megszorongassa, megverje a Győrt? Hát megszorongatni azért egy párszor megszorongatta Magyar Kupában. Az, hogy átlépje ezt a határt, hát azt hiszem nagyon sok minden kell hozzá. Amit tudok, ezek ilyen olyan kérdések, amire hogy nagyon nehéz tehát olyan választ adni, aminek van valami, valóban van valami jelentése. Azt szeretném mondani csak ezelőtt a meccs előtt, hogy úgy döntöttünk, hogy a csapat is meg, hogy csak a mai napra koncentrálunk. Megpróbálnak mindent odaadni ma ezen a mai meccsen a Győr ellen, hogy megvalósítsák az álmaikat az emberek. Ez egy fontos döntés, hiszen egy ilyen kétnapos versenyen azért az erőviszonyokat nézve lehetne egy kicsit taktikázni, de onnan úgy döntöttünk, hogy nem. Hogy aztán ennek mennyi jele lesz az eredményben, azt nem tudom, hiszen a Győr az egy nagyon erős csapata, a világ legerősebb csapata, és így, hogy Kisniki nem játszik ma nálunk sajnos sérülés miatt, azért az ezt a nagyon nagy motivációt azt azért egy kicsit megtorpedozta. Mindegy, mindig az, ahogy mondtam, a jelenben élünk, avval kell játszani, aki van. Azt hiszem mindenki nagyon, nagyon motivált, de én, mint edző, azt tudom, hogy valamilyen elképesztően nehéz feladat előtt állnak a lányok. Nekem is nagyon nagy öröm az, hogy mennyire nagy akarattal és elszántsággal készültek erre a meccsre. Ez már pozitív. Hát akkor megkaptuk a választ az egyik fontos kérdésünkre. Szabó Edináék keményen beleálltak ebbe, és elmondták, hogy lehetne taktikázni, de ők most megpróbálnak mindent. Nagyon szimpatikus egyébként. Nagyon, és úgy örülök, hogy ezt mondja, mert ez a lényege ezeknek a mérkőzéseknek, és hát női edzőről van szó, látszik az gondolkozásán, és hozzám nagyon közel áll ez a fajta gondolkozás, hogy azért mi sokszor azért a szívünket előrébb tesszük, mint a gond, vagy az eszünket, vagy amit az eszünk diktálna, és nyílt sisakkal bele a közepébe. De szerinted megkérdezte a csapat? Tehát, mert itt nagyon úgy volt, hogy hát, mint hogyha a lányok jelezték volna neki, hogy miért. Hát ez oda-vissza működik azért az edző azt érzi, hogy a játékosai éppen hogy állnak egy mérkőzéshez, már előtt a héten lehet érezni. Meg hát nagyon régóta dolgoznak együtt, tehát azért formálják egymás a másik képére, tehát nagyon egyformán gondolkoznak. Ráadásul ugye jött ez a váratlan sérülés, de azt mondta, hogy nem írja felül az előzetes terveket olyan értelemben, hogy ennek ellenére is úgy mennek csatába, hogy mindent bele. Tök látszik, hogy ezt elhatározták, elszánták magukat, ebből nem engednek, és ezt nagyon jól teszik. Aztán ez, hogy majd ebből mi lesz, az mindjárt kiderül, mert azért ez el tud sülni elég sokféleképpen, de én ezek után bízom, eddig is, de ezek után meg pláne bízom benne, hogy egy nagyon jó meccset látunk. Igen, éppen arra akartam kiukadni, hogy remélhetőleg ez azt jelenti, hogy látunk egy nagyon jó és nagyon izgalmas elődöntőt. Következik tehát a második elődöntő, a Török Bódog női kézilabda a Magyar Kupa 4-es döntőjében. Varga Ákosi a szó, jó szórakozást kívánunk! Ismételten sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Jön a Magyar Női Kézilabda Kupa, a Török Bódog Magyar Kupa második elődöntője, amely egyben az előző évi finálé visszavágója. Az előző három döntőből ugyanis kétszer az Érd és a Győr találkozott egymással, így egy éve a Papp László Sportarénában is, ahol nagyon-nagyon sokáig a narancsmezesek meccsben voltak, szorongatták az Etót, végül azonban 27-23-ra a győriek nyertek és szerezték meg a rekordot jelentő 13. magyar kupa sikerüket, amit természetesen idén szeretnének megvédeni, azaz még egy újabb 14-kel megtoldani. Ehhez azonban először is a Győr, illetve az Érd csapatán keresztül a döntőbe kéne jutni. Itt van a sérült Kis Nikolett, akit valóban beírtak az összeállításba, de utcai cipőben, kötözött bokával és hosszú nadrágban vonult fel itt a beszólításnál, úgyhogy alig ha kerül sor az ő játékára érdi oldalon. Közben pedig a mérkőzés játékvezető
versenyzőit, Paska Dánielt és Vastag Sámuel díjazzák. Ők lettek 2018-ban az év fiatal játékvezető párosa. Andorka Sándortól, a MKS játékos, játékvezető albizottság alelnökétől kapták meg a külön díjat. Szóval az a bizonyos tavalyi Magyar Kupa döntő, az volt a két együttes 25. egymás elleni mérkőzése, és eddig mind a 25-öt, sőt azóta már egy novemberi bajnokit is, azaz most már 26-ból 26-ot az Eto meg tudott nyerni az Érd ellen, de a Pest megyeiek most nagyon-nagyon fogadkoznak, és bizony elég jó paszban érkeznek ide a Magyar Kupába. Egyrészt a Siófok legyőzése hazai pályán 30-26-ra, március 6-án egy óriási erőt, önbizalmat adott a csapatnak. Másrészt tulajdonképpen az érmük megszerzéséért ez a mérkőzés, ahogy Szabó Edina is fogalmazott, akár egy mindent vagy semmit találkozó is lehet. Úgy is lefordíthatnánk az edzőnő szavait, hogy ezért a meccsért, az esetleges döntőbe jutásért, azért akár még a bronzérmét is kockára teszi itt a négyes döntő hétvégén. Szabó Edina, aki ugye egyszer meglepetésszerűen már egy nagy-nagy sikert aratott a Győr együttes ellen, még magyar edzősködése talán első nagy szenzációs eredménye volt, amikor a székesfehérvári Cornexi csapatával EHF kupát nyert a győriek elleni döntőben. Persze, annak már lassan másfél évtizede, úgyhogy semmi jelentősége nincsen, de azért a fricskára képes, hogy úgy mondjam, a nagy csapat ellen is. A győriektől a szokásos hiányzók nincsenek, Mörk és Fodor, akik már ugye régebb óta és hosszú-hosszú időre kidőltek Danyi Gábor együttesében. A vezetőedző ezen a poszton most szerezhet először trófeát itt Debrecenben a csapat élén, miután ugye segédedzőként volt még részese az előző évek diadalainak. Zöld mezben a győri együttes a címvédő, amely 2003-ban maradt távol utoljára a Magyar Kupa döntőjétől, tehát 16 évvel ezelőtt, és amely a négy csapat közül a leginkább úgymond belakhatta itt a debreceni Phoenix csarnokot, hiszen alig több mint két hete annak, hogy a DVSC együttesével itt játszott egy bajnoki meccsen a győri csapat, egy nagyon szoros találkozót 5600 néző előtt óriási hangulatban, 35-31-re, tehát a keleti egy kicsit nehezebben nyert meg a Győr csapata. Akkor különösen a védekezés az első fél időben egyáltalán nem akart összeállni, nem akart működni, szóval voltak nehézségeik a győrieknek, viszont jó tesztként fogták fel, hogy itt a Magyar Kupában már szokott körülmények között szerepelhessenek. Egy rossz passz után elszórakozza az első támadását az Eto, amelynek kapujában Grimsbő kezd, és egy nyitott védekezést választ Danyi Gábor rögtön a találkozó elején. Rót elől, mögötte Brácet, illetve Veronika Christiansen 3-2-1-es formációban. Amorim a hármas védő a hatos vonalon. Tóth Gabi irányítja az Érd együttesét. Lavko a jobb átlövő, akire ma így kis hiányában nagyon-nagyon sok szerep hárulhat majd. Ott van még Kovácsevics, ott van Kröpes Szezák, Szabó és Lasorsz az érdi kezdőcsapatban. Majdnem eladják a labdát a narancsmezesek. Kovácsevics tenné tovább még Szabó irányába. Már passzívnál támadtak, kockázatos passzból nem lett semmi. Roth, Amorim, Christiansen, Brácet, Görbic és Knedlikova a győri kezdőcsapat. Támadásra Christiansen helyére Oftedál érkezik. Oftedál nagyon megszórta magát, 12-t lőtt itt Debrecenben két és fél hete a DVST csapatának, 6-ból 6 7 méteressel. Egyébként is a bajnokságban messze ő a győriek legeredményesebb játékosa, túl már a 100. gólján. Meccsenként majdnem 6-ot lő átlagosan a lista vezetőnél. Rót készít elő, Oftedál, és Rót lövését védi Janurik Kinga, azért kezdőkapusa. Nehezen akar megszületni a találkozó első gólja. Mikke Grót is megszórta már egyszer
ebben a szezonban az ér csapatát, amikor a két csapat bajnokiát 40-27-re, tehát 13 gólos különbséggel nyerte Győrben a házigazda, akkor 7-szer volt eredményes. Az első gól Kovácsevicsé, de gyorsan jön rá a válasz. Amori. Nem olyan nagyon régóta játékban újra Amorim. Január 2-án a Fradi elleni első rangadó során sérült meg a bokáján. Amorim két hónapos szünet után a Fradi elleni harmadik rangadón térhetett vissza. Most pedig ugye egy mai győzelemmel a Ferencváros elleni negyedik 2019-es rangadóra készülhetne. Kröpesz lezághatja ott a labdát. Ő volt az érdiek legjobbja a tavalyi kupadöntőben, 6 góllal, igaz ebből 5-5 hétméteresből ért el, és 9-et szórt a Győrt kapujába, amikor a két csapat találkozott a bajnokságban ebben a szezonban. A szerbek Ebi és magyar bajnoki gól királynője. Lavko, Tóth Gabi, Kröpesz lezák, kapu mellé, az első lövése nem sikerül igazán jól, felkanyarodásból. Rót. Nedlikova megy be, és Görbicnek lövi át a túloldalra. Oftedal. Brácet. Nem született meg nagyon könnyen a második győri találat, de végül a kipattanóra jó reagált Kari Brácet, a norvég beálló. Tóth Gabriella. Neki is nagyon jól megy a közelmúlt mérkőzésein. A Ferencváros elleni bajnoki rangadó 7-et lőtt Tóth Gabi, és 7-et lőtt a Siófok elleni győztes. Sokan úgy hangoztatták, vagy harangozták azt a meccset, hogy bajnoki bronzmérkőzésen. Azért a bronzéremnek a valódi gazdájára még várni kell. Bajnokság végkifejletéig. Lavko. Tóth tenné tovább a labdát. Őnek is kellemes helyszín az a debreceni aréna. 5 évvel ezelőtt a hazai Európa-bajnokságon 18 éves ifjoncként a norvégok legyőzése során itt a középdöntőben villogott itt Debrecenben. 6 gólt szerzett azon a találkozón. Grimsbø védi most a lövését. És Rót vezeti az ellentámadást. Christiansen, ez kapu mellé. Janurik, Lasorsnak egy pazarlabda, és egy szép gól. Lefordulásból, lerohanásból, egy csodálatos hosszú indítással. Janurik passzából a francia szélső eredményes. Nagyon nagy meccse volt neki is a Siófok elleni találkozó, 8 gólt lőtt Korari Lasors. Janurik Kinga pedig ezzel a passzal is igazolta, hogy az egyik legjobban indító kapusnak számít. Krót. Amorim. Ezt besípolnak a játékvezetők. Amorim a háta mögött. Örvic. Krót. Szezon végén biztosan távozik, sőt azóta már azt is tudjuk, hogy a Győr következő BL ellenfeléhez, a negyeddöntőbeli rivális Odenséhez igazol majd. A holland klasszis Oftedal harcolja ki a mérkőzés első 7 méteresét és első kiállítását Tóth Gabi meccsként. Hétméterest azonban Görbic Anita lövi majd, méghozzá Fozsának. Be a kapuba. Az előző idény elődöntőjét ugye a Ferencváros ellen 30-29-re 7 méteresekkel nyerte meg az Eto, annak ellenére, hogy ugyanúgy, mint a Fradi, a Győr csapata is kihagyott 5 7 méterest azon a mérkőzésen, 14-ből csak 9-et lőttek be akkor Görbicék, de mégis ez jobb volt, mint a Fradi mérlege. És az Érd is büntetőkkel nyert a Siófok ellen 27-26-ra egy éve az elődöntőben. Akkor az érdi lányok 7-ből 5 7 méterest váltott a góla, főleg
Kröpesz Lezáknak volt ez köszönhető, és ezzel múlták felül a Siófok csapatát. Üres kapuval mennek, ember hátrányban a narancssárga feketék. Kovácsevics. Milyen hátra kerül a labda, Jerzsapkova tovább, Kröpesz Lezák. Szabad dobás. Négy paszt jeleznek még a játékvezetők. Grimsburg. Szép védés. És ebből megpróbál természetesen gyorsítani a győri csapat. Knedlikova, hetes. Belülvédekezés miatt. Jó formában kezdi Karian Grisbő ezt a mérkőzést. Kiderült nem régiben, hogy a nagy presztízsű nyári nemzetközi kapustáborban, Horvátországban ő lesz majd a női sztárkapus a vendégek között. Férfiak között olyanok, mint Ségó, Mikler vagy Csupára is helyet kapnak. Krót váltja gólba a győriek 7 méteresét. A negyedik győri gól szerző 27-es mezben Cornelia Krót. 4-2 ezzel. A meccs első gólját az érdiek lőtték, azóta viszont ez egy 4-1-es győri széria. Lavko 1-1-ben Görbiczel. Belefordult. Volt szerencsés ez a befejezés sem. Krót ki a szélre. Knedlikova. Megvan a cseh szélső első találata is a mai meccsen. Első gólját szerezte a mérkőzésen, 3-as percben Jelena Knedlikova. Tanyi Gábor csapata ezúttal sokkal pörgősebb védekezéssel kezdi a találkozót. 9 perc alatt 2 kapott gól, számos jó Grimsbő védés, szerzett labdák. Ez azért dicséri a győri védekezést, amelyből azért a kritikákat figyelve hozzá kell tenni, hogy Amorim egy jó 2 hónapig komoly hiányzó volt. Az ő visszatérése sokat dobhat ebből a szempontból a csapaton. Kröpesz Lezák rossz szögből, ez is Grimsbő zsákmánya, és akár 6-2 is lehet. Christiansen lejut Knedlikovához, ezt is bedobja. Most a rövidre húzza vissza a győriek szélsője. És időt kell kérjen Szabó Edina, mert valóban egy 6-1-es sorozatot produkált az előző 6-7 perc alatt a győri csapat. Nézzétek a meccset! Egyik megfogja, hogy tovább adja az A, akik a pályán vannak. Kibérdik, kipattan a labda. Egy félét játszunk. A körül játszunk, el körül. Adjátok gyorsabban a labdát. Ne akarjátok egyedül eldönteni. Megvan, hogy mit csinálunk, Gabi. Azt kell csinálni mindenki a bal vele. Ennek a folytatásaiban, oké? Okay? Ez. Váltogassátok. Szabó Edina már lassan egy évtizede irányítja a győri az érdi együttest, amelyel az elmúlt 6 évben egytől egyig bronzérmet szerzett a bajnokságban. A Magyar Kupában negyedszer játszhat a 4-es döntőben az érd. Eddig mind a 3-szor éremmel távozott a csapat, 2 ezüst és 1 bronz érmet begyűjtve az elmúlt esztendőkben. 4 év alatt 3-szor járták meg a Final Four-t, ez most 5-ből a 4. ilyen alkalom. Krót szerez labdát, és Christiansen indulhat belőle. Újabb könnyű gólt szerez lerohanásból, az érdi hibát kihasználva a győr. 7-2 10 perc után. Nem sikerült olyan jól az időkérés utáni első támadás, mint ahogy azt az érdiek szerették volna. Tóth Gabi. Egyébként ezzel a 2 vesztes döntőjével a kupa 68 éve íródó történetében az ért csapata már is a kupa győzelem nélkül a legtöbb döntőt elveszítő együttesek közé tartozik. 2 vereség nyertes finálé nélkül.
Lavko lőtt egy átlövés gólt, és Amorim válaszol gyorsan. Ehhez hasonlóan két döntőt veszített el, és soha nem nyert magyar kupát a Budapesti Postás és az Óz együttese még. Ilyen szempontból ez volt verseny három klub között. Sárga lap Amorimnak. Nyitott védekezésből, ami alaposan megfogta az első 10 percben az ellenfelet. Most visszaáll hatos falra az Eto. Nagy blokk, Amorim. És Krót mehet a kipattanóval. Önzetlenül tovább. Bráncet. 9-3. Hihetetlen, hogy milyen stabilitást ad Eduarda Amorim védekezésben az Eto csapatának. És ebből a blokkból, a szerzett labdákból a könnyű lefordulás gólokat szerzi egymás után a győri Eto. Lavko. Lassors. Gól. Nagyon keményen megharcolt érte, befutott a szélső, és a túloldali kettes és hármas között kapta meg. Ott kellett magának kikaparni a helyet. Oftedál. Azzal lehet menni. Igen érdekes gól. Jerzsapkova szerzi. Nagyon szemfülesen. Oftedál oda tette volna Brácetnek, hogy a 9-esről végezzel a szabaddobást a csapattárs. Ehelyett Jerzsapkova elsétált a labdával. Klimasz megoldás. Rót. Amorim megy föl, és már a harmadik gólját zúdítja a kapuba. Ezúttal úgy tűnik, hogy Duda nem csak védekezésben, támadásban is nagyobb feladatot kap, és élvezi a játékot. Több mint 10 éve erősíti már a győri Aulieto KC csapatát. Eduarda Amorim, akit a Handball Planet nemzetközi kézilabdás portál az előző év legjobb védőjátékosának választott. Hát már a mai napon is kaptuk ízelítőt belőle, hogy miért. Szép gól ez is, Jerzsapkova. 10-6. Redlikova a széle. Morim helyett a Nemette Hansen érkezik a győriekhez. Az átlövő is lőtt egy hetest az ért kapujába. Az egymás elleni mérkőzésen is új ember Pintea beálló poszton a győri csapatban. Hát rögtön le is teszi a névjegyét. Még nem volt éppen a legjobb bejátszás, amit kapott. Ha hihetünk a számoknak, akkor egészen elképesztő módon rontott lövés nélkül szerzett a Bajnokok Ligája középdöntőben 22 gólt. És hát azért a magyar bajnoki vagy kupameccseken is főszereplő, amióta Győrbe érkezett. Most ő a hármas védő Hansennel párban. Görbic kap ajándéklabdát. Pintea. Christiansen bújik be. Ez is bent van. 12-6. Negyed óra alatt egy tucat győri gól. Ilyen tempóval lövöldözik a győriek a gólokat, akkor egyrészt Janurik joggal ráncolja a homlokát, másrészt pedig nem fogják tudni őket megállítani az érdi lányok, még csak lefékezni se nagyon. Tóth Rimszkő számított rá. Krpes. Lavko. Egy újabb Grimsbő védés. És az első negyed órát követően jönnek az új emberek.
úgy tűnik, hogy ahogy Hansen, úgy Bódi és Tomori is fél-fél időt kap a maga posztján. Nagyon figyel a játékosai forgatására Danyi Gábor is, hasonlóképp Elek Gáborhoz. Oftedal. Belemenés, most egy jó védekezést láttuk Lavkótól. Jerzsákova. Egyelőre az ő villanásai jelentik a fényt az érdiek játékában, támadásban. Már a harmadik gólja. Pinte át, emelte át. Hansen. Óriási átlövés gól ez is. Ott folytatja Hansen, ahol Amorim abba hagyta erről a posztról. Kilövi az egyenes fölsőt. Lapko. Tóth. Szabó birkózik a falban. Krpes. Nagyon kicsi szögből vitte be. A szép megoldást választ. Nyolc gól a tavalyi elődöntőben. Idén mind a két kupa mérkőzésén a Debrecen és a Kisvárda ellen is 8-8 gólt szerzett Krpes Lezák. Pinte a megtépéséért jár Lavkónak a sárga. Oftedal. Bódi. Tomori talpról kapu mellé. Jerzsákova. Puhalák volt belül, 7 méteres. Már Puhalák is megérkezett. Ez a gyakorlatilag a teljes kezdőcsorát lecserélte Danyi Gábor. És még utolsó cserejátékosként is egy válogatott szélső érkezik. Kis Éva bent a hetesre. Kivédő Krpesz Lezáknak. A másodikat viszont már nem. Szerencséje volt az Európa-bajnokság gólkirálynőjének, az EB hetes specialista kapusával szemben, hogy oda középre jött vissza a kipattanó. A Győr másik két világklasszis kapusa, Leno és Grimsbő. Ebben a sorrendben választották őket a Handball Planetnél a 2018-as év legjobb kapusaivá, Leno Grimsbő. Tomori. Pinte fordul. Janurik. De már lefújta a játékvezető. Sárgát is ad Jerzsákovának. Görbic után ez most Oftedal hetese. Oftedal. Talán az egész NB1-es mezőny legbiztosabb kezű 7 méteres lövője Stine Oftedal. A szezonban 24 kísérletéből csak 3-at rontott el 7 méterről. Ez majdnem 90%-os teljesítmény. Tóth. Lavko. Krpes viszi be. Grimsbő. És ezúttal most belül ment át a kipattanóért Krpes.
Hansen. 15-9. Képtelen megállítani az érdi védelem a győri gólhenger. Egy éve a döntőben, a nagy szünetben 13-12-re az Érd vezetett, szóval akkor az még egy másik stílust játszó, más edző által irányított győri csapat volt, de azért itt ezen is le lehet mérni a különbséget. Most 20 perc után már 15 gól. Jerzsápkova, az Érdnél pedig 10. Nagyon jól muzsikál ma. Tomori. Másodperceken belül jön azonban a válasz. Rendre, menetrendszerűen a túloldalon. Győrieknek a negyed döntőben ugye a Moson-Magyaróvár csapatát kellett legyőzniük, ráadásul hazai pályán. Nagyon-nagyon könnyedén, 35-25-re megtették. Lavko is lő egy szép gólt, 9-ről. Látványos gólokat hoz ez a félidő. Mondhatjuk, hogy hamar közé tette azt az 5 gól körüli tisztes különbséget a Győr. Krpeszlezák szerez labdát, és lő belőle gyors indítás gólt. 16-12 most. Hansen volt egy kicsit könnyelmű ezzel az eladott labdával. Itt van a sérült kis Niki, aki ezúttal a B válogatott keretének lesz tagja Kim Rasmussennél. 3 érdi és 3 győri az A válogatottban egyébként. Janurik véd egy szépet. Lavko. Szépen forgatják. Lassors. Ez most egy jó érdi periódus. 3 gól a narancsmezesektől egymás után válasz nélkül. 16-10-ről fel is tudnak zárkózni 16-13-ra. Szóval Janurik, Tóth Gabi és Szabó Laura az Érd, Kis Éva, Tomori és Puhalák a Győr csapatából került be Rasmussen A keretébe a japán elleni elkészülési meccsre készülve, meg természetesen majd az osztrákok elleni VB-selejtezőre, és így tovább. Christiansen. Pintea fordul megint. Janurik! Tehát elkezdi érezni az Érd kapusa, és még közelebb kúszhat Szabó Edina csapata. Kovácsevics nem bánthatta Pinteát, hiszen belül volt. Ez Janurik második védése Pinteával szemben, aki most egy sárgát is kapott. Lavko. Tóth. Kifelé menne. Szabad dobás lesz. Visszajött Amorim. A győri hatos falba, hármas védőnek Pintea mellé. Tóth Gabi, belemegy. Christiansen. Pintea tolja magával az embert. Ezt le is fújják a játékvezetők. Azt hiszem helyesen. Bal kezében tartotta a labdát, és jobbal vitte maga előtt a védőjét. Itt még, ahogy Tomori kiharcolja ezt a belemenést, ott lehet látni. Medzénél fogja cipálja előre Jerzsápkovát. Kovácsevics. Krpezs. Lavko. Jerzsápková. Egy jó védő megmozdulás után egy jó támadó és 4-0-ás szakaszban az Érd csapata egészen eddig a pillanatig. Tomori. Jó 4 percen keresztül gólképtelen volt az Eto. Most Tomori billenti át őket a holtponton.
pedig Jerzsákova gólja. Kovácsevics. Lavko. Időben jött a falt. Hoppá! Kovácsevics rossz helyre, azonnal fel is teszik a kezüket a játékvezetők. Lavko Szabó Laurának kapufa! Szép akció volt, a nehezén már túl voltak. Nincs belőle gól. Amorim egy pillanatra kilépett, és ennyi elég volt a beállónak, hogy leváljon. Így azonban marad a 17-14, amikor Dagyi Gábor időt kér. Playmaker, right back, okay? Kari, you are pivot, okay? Let's play finger two, but start left, okay? And after continue. Do it, come on. Nagyszerűen kezdte ezt a mérkőzést a győri együttes, de itt az utolsó percekben azért kicsi gödörbe került a zöld-fehér csapat. Amely természetesen itt a Magyar Kupában és az összes többi sorozatban, a bajnokságban, ahol hibátlanul éllovas, és a Bajnokok Ligájában is címvédésre készül. A BL-ben egyébként egyedülálló dolog lenne harmadszor nyerni egymás után. Még a hőskorban volt olyan, hogy csapatok négyszer nyertek egymás után, a Spartak Kijev és a Hipó, de akkor még nem a mostani formátum, nem a BL volt a sorozat neve. Amorim lő gólt, méghozzá szélre kifele cselezve. Már 4 gólos. Egy újabb labdaszerzés. Krót. Amorim. Brácet. Megkapja a sípszót, így lehet cserélni is. ...16-14-re fel tudott zárkózni egy 4-0-ás sorozattal Szabó Edina csapata. Most viszont arra kell figyeljen azért, hogy nehogy megint kinyíljon a mérkőzés. Amorim óriási labdája, Brácet kapufa! Itt is kimarad egy zicser beállóból. Ugyanúgy, mint Szabó Laurája a túloldalon. Szenzációs passz a leváló beállósnak. 3 védő közül Amorim. De nincs gól. Lavko. Jerzsápková. Ő viszont szállítja a gólokat. 6 gól az első fél időben tőle. Káprázatosan játszik egyelőre a cseh átlövő. Lavko előkészít, Szabó leszorítja a falat, és Amorim blokja mellett, fölött el tudja lőni a labdát Jerzsápková. Krót. Oftedál. Szabó volt a szabálytalan vele szemben. Brácetnek nem jó puholáknak, igen, Christiansen, Brácet. Szépen megjáratták, már több lehetőség is volt a befejezésre, végül megtalálták az egészen tökéletes, hibátlan megoldást, és Amorim közben már egy szerzett labdával gólt lő újra. 20-15, megrázta magát az Eto csapata, és a 4-0-ás érdi szakaszra egy 4-1-es sorozattal válaszolt. Szabó. Lavko. Az első félidő utolsó perce kezdődik. Jerzsápková.
aki majdnem elvitte Groth. Kicsit későn a sípszó, de azt hiszem jogosan, szabad dobással folytatódik a játék. Lavko kaprosz labdát. Az első fél időt valószínűleg a Győr fejezheti be támadással. Hoftedal. Brácet. Roth dobja ki. Oldalvonalon kívülre, hogy csak Szabó Edina volt, aki segít visszahozni a labdát, hogy legyen még egy kis ideje az ér csapatának. Nem lesz azonban elég alkalom, elég idő arra, hogy végigjátsszák ezt a támadást. Így hát 20-15-ös, 5 gólos győri vezetéssel ért véget az első félidő, amelyet szenzációs jól kezdett a győri csapat. Itt lesz, amikor Amorim labdát szerez a kispadról beugorva, szemtelenül elcsembe a játékszert. Viszont aztán, amikor kialakult ez a 6-7 gólos különbség, kicsit megtorpant a cseréket követően az Eto'o, és fel tudott zárkózni egy jó sorozattal az Érd. 16-14-ig felérkeztek Szabó Edina lányai, ott Danyi Gábor is időt kért és rendezte a sorokat, úgyhogy most 5 gól a különbség, 10 perc múlva jön a második félidő 20-15-ről. Megnyugtató győri előny a félidőben, a címvédő kézben tartja a találkozót, annak dacára, hogy az Érdnek valóban voltak jó periódusai, de 5 gólos a győri vezetés, mindjárt beszélgetünk a részletekről. Pető Bianka vagyok, hírek egy percben. Gyilkosságért emeltek vádat a 49 halálos áldozatot követelő új-zélandi terrortámadások gyanúsítottja ellen. Itthon a TEK is segíti a nyomozást a merénylő magyarországi tartózkodásával kapcsolatban. Ismét tombol az erőszak Párizs központjában, ahol immár 18. hete vonultak utcára az úgynevezett sárga mellényes tüntetők. A korábbinál jóval kisebb tüntető tömeg közé vegyült randalírozók rátámadtak a rohamrendőrökre is. Államfőválasztást tartanak Szlovákiában. Az első forduló favorítja az ellenzéki Zuzana Csaputová lehet. Az új államfő megválasztásához az érvényes voksok több mint felének megszerzésére van szükség. Itthon országszerte folytatódnak a 48-as programok. A Szentendrei Skanzenben például tegnap kezdődött a huszáros hétvége, amely egészen vasárnapig tart. Köszönöm a figyelmüket, hamarosan jövök újabb egy percre. Vasárnap a magyar kézilabda ünnepe. A hazai kézilabda top csapatai egész délután a képernyőn. Szeged Veszprém szuperrangadó a férfiaknál, és a döntő, valamint a bronzmérkőzés a női magyar kupában. Délután 13:30-tól élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu. M4 Sport Iradó. Minden hétköznap 5-ször élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. Megint egy megfázás. Az Aspirin Plus C hatékonyan veszi fel a harcot a torokfájással, a fejfájással és a lázzal. Aspirin Plus C. A megfázás első tüneteitől kezdve. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ezen a héten is alacsony árak az Aldiban. A Tremondi szalámi specialitás csomagja most csak 399 forint, a Happy Harvest Fairtrade nátszukor most csak 479 forint.
Aldi. Mindig jobban, okosabban. Iberogast. 9 tudományosan válogatott gyógynövény együttes hatásával enyhít egyszerre több emésztési panaszt. Iberogast. Komplex segítség a gyógynövények erejével. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. A megfázást és az influenzát otthonában is elkaphatja, akár 48 órán át. Olyan, mintha lenne egy beteg családtagja, csak nem veszi észre. A Dettol felülettisztítók elpusztítják a baktériumok 99,9%-át, sőt, még az influenzát okozó vírusokat is. Így helyes és rendszeres kézmosás mellett sikeresen védekezhet a megfázással és influenzával szemben. Dettol. Ekcéma okozta viszketés és kipirosodás. A Bepanthen Sensiderm krém enyhíti a viszketést, így megnyugtatja bőröd és téged is. Szteroid nélkül. Bepanthen Sensiderm. Ha pedig érzékeny bőröd nyugodt fázisban van, maradjon tartósan is így a prebiotikus Bepanthen Sensidéri testápolóval, amely erősíti és védi azt. Bepanthen. A Bayertől. Megint fájni kezd a fejem. Mit teszek, amit mindig vizet iszom, és aztán egyre jobban fáj. Lassan már dolgozni sem tudok, pihenek egy kicsit, de a fejem csak fáj még jobban. Mit tehettem volna másképp? Szüntesd meg a fejfájásodat már az első jeleknél az Algoflex Rapid Light zselatin kapszulával, amelynek hatóanyaga gyorsan felszívódik. Fejfájás? Állítsd meg a fájdalom első jeleinél. Keresd az új 30 darabos Algoflex Rapidot tablettánként akár 30% kedvezménnyel. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Említettük, hogy a Győr ebben a szezonban mindössze 2 mérkőzésen szerzett 30 gólnál kevesebbet, hát valószínűleg nem ez lesz a harmadik, mert a győriek a félidőben 20-15-re vezetnek az Érd ellen a Magyar Kupa második elődöntőjében, és hogy éreztétek, meglepte a Győr az érdieket, mert ugyan Szabó Edina azt mondta az időkérésnél, vagy úgy vettük ki a szavaiból, hogy készültek ők akár a nyitott védekezésre, de az elején nem nagyon találták az ellenszert. Igen, az szemmel látható volt, hogy nem nagyon tudtak mit kezdeni a Győr nyitott védekezése ellen, még így is többször átlövésre próbálkoztak, de aztán amikor visszament a Győr a hatos falra, akkor jöhettek azok a játékok, amiket az Érdtől megszoktunk, és elég jól értékesítették a helyzeteiket, azért ők sem lőttek kevés gólt, tehát a 15 gól az mindenképpen soknak mondható. Alapvetően ami probléma az Érdnél, az a visszarendeződésük során, tehát amikor helyzeti előnyben van a Győr, a lerohanásokat tekintve lendületből tud rámenni a falra, és abból tudnak vagy átlőni, vagy betöréseket végrehajtani, és ezzel nem nagyon tud mit kezdeni. Azért ebből kaptak kifejezetten sok gólt. Itt látható jó néhány példa, és hát ezzel gyorsan el is tudott lépni egyébként a találkozó elején a Győr. Más kérdés, hogy aztán volt még visszaút az Érdnek, de itt valóban több volt a hiba az érdieknél, illetve az a fajta bizonytalanság, hogy így nem találták a győri védekezésre az ellenszert? Tehát ez okozta ezt, hogy ennyi gyors győri gól jött? Szerintem nem ott volt a fő gond náluk, hogy nem találták az ellenszert, hanem inkább pont a másik oldalon, inkább az a gondjuk, hogy nagyon gyengén védekeznek, tehát hogy könnyedén megy át rajtuk a Győr felállt fal ellen is, meg lerohanásból, meg aztán pláne, és inkább én úgy érzem, hogy ez bizonytalanította el őket, hogy azt hitték, hogy ebben azért jobban, nagyobb ellenállást tudnak majd tanúsítani, és akkor így tudják szorosabbá tenni, de ez a tervük, ez egyáltalán nem jött be. Az Érd szerencséje viszont, hogy Jerzsapková úgy tűnik, hogy visszatalált a világbajnoki formájához, hiszen ő a VB-n remekül kézilabdázott annó legutóbb, az Európa-bajnokságon már nem annyira kiemelkedően, de most megint kiváló formában van. Igen, tehát az évelején még voltak problémái, még nem nagyon érezte úgy a ritmust. Aztán szépen hozzászokott az Érd játék stílusához, és hát szenzációs keze van, azt láttuk most is, hogy igazából nagyon veszélyes ő kintről, és akár itt a második szándékokat is jól megoldja, mint ahogy láttuk most itt a betörés belőle, úgyhogy kifejezetten jól játszik, és ez az a momentum, ami miatt még nem ment el a Győr ennél több góllal, csak 5-tel vezet. Nem győzünk hangsúlyozni, hogy mennyire nagy szüksége van az érdieknek a jó átlövő teljesítményre, Kis Nikolett sérülése miatt is.
Ha átnézünk a másik oldalra, ott több jó teljesítményt is találunk a győrieknél, de most azért foglalkoznánk Amorim-val, mert hogy ő is sérülésből jött vissza, és hát beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az ő szerepe védekezésben, kiváló védőjátékosról van szó, de hát azért nem felejtett ővel támadni sem, és itt vannak a példák, remek megoldások támadásban. Hát egyáltalán nem felejtett el, és abszolút motorja a mai napon a Győrnek, amúgy is sokszor, de ma aztán különösen, és olyan érdekes volt látni, hogy amikor őt levitték, akkor tudott azért közelebb kerülni a Győrhöz, úgyhogy ebből is látszott, hogy van neki nagyon fontos szerepe van, hát a védekezést az teljes mértékben irányítja, és hát most úgy látszik, hogy támadásban is nagyon él. Csak hát közben pedig azért az ő energiáival is tartalékolnia kell a győri csapatnak. Meglátjuk a folytatásban, hogy Amorim hány játékpercet kap. Minden esetre 5 gólos előnyben a győriek, jön a második félidő és Varga Ákos. Köszönöm szépen, pár másodperc is kezdődik is a második játékrész. Danyi Gábor tehát itt ezen a mérkőzésen egy nyitott védekezéssel rukkolt ki az elején. Érdekes, hogy 2 hete, amikor Debrecenben ugyanitt a DVSC-vel játszott a csapat, és rosszul ment a szekér egy jó 20-25 percig, akkor pont a nyitott védekezésre váltás hozta meg a fordulatot. Lehet, hogy ebből a szempontból megpróbált a dolgok elébe menni a győriek mestere. Végig vezette tehát az első fél időt az Eto, de azért volt egy jelentősebb hullámvölgy, és nem engedte még el azért ennek a meccsnek a kezét az érdi csapat sem. Bár ténykérdés, hogy amikor Amorimmal a sorában áll föl a győri csapat, akkor azért nehezebb dolguk van az érdi lányoknak, és a második fél idő elején ez lesz a helyzet. A Ferencváros játékosai és szakvezetői, csak úgy, mint a dunaujvárosiak egyébként helyet foglaltak ott a győri kapu mögötti lelátón, és figyelik az eseményeket itt a második elődöntőn. Kis Éva kezd a győriek kapujában a második 30 perc elején. Tűnik, hogy Erzsákova kap egy kis pihenőt a fél idő elején, hiszen Kovácsevics, Tóth és Lavko középső posztokon, és megint egy nyitottabb védekezéssel az Eto. Lasors. Kovácsevics, Kis Éva, és a kipattanó Róté végül. Christiansen. Amorim. Hetes. Sőt, 2 perc is lesz. Szabó megy ki. 2 perces kiállítás kapott az érdi csapat 8-as számú játékosa Szabó Laura. Görbic megint a hetessel. Bozsa most a vonalon maradt, de Görbic lepattintja az orra elé a labdát. Itt 2 gólját, 7 méteresből szereztem a Görbic Anita. A tavalyi kupadöntőnek ő volt a legeredményesebb játékos a 7 góllal, 6-ból 6, 7 méteressel az érd ellen. Simon érkezik az érdiekhez. Lasors bemegy beállóba. Pontosabban onnan indul a mozgás, és Simon veszi át Lasors eddigi helyét. Köpes, Kovácsevics kiejti. Christiansen pedig már elől. Bozsának lövi be az ittszert. Technikai hibára nincs idő, nincs alkalom, nincs lehetőség. Úgy tetszik, akkor nincs mozgástér a hibára, mert azt azonnal másodperceken belül góllal bünteti az Eto. Amelyet nagyon sok szurkolója elkísért ide Debrecenbe is, bármennyire is. A győrieknek a 4 csapat közül a legtávolabbi az a helyszín. Tovább Jerzsapková visszajött, és meg is szerzi az érdi csapat első gólját a második fél időben. Hát nagyon sokat nem pihenhetett rá.
hét találatnál 23 esztendős brüsszeli születésű cseh átlövő. Hazája bajnokságát, kupáját nyerte már. Görbic, akciógólja nincs. Bozsának viszont meg van egy nagy védés. Siófok legyőzése során szinte főszerepet játszott Zsüli Fozsá. Azon a találkozón egészen extra teljesítmény nyújtott. Azért 22 kapott góllal 32 perc alatt nem lehet olyan nagyon magas számokat produkálni, teljesítményeket produkálni egyik érdi kapusnak sem. Amorim szerez labdát közben, megint egy elszórt érdi támadás. Róta szélre, Lendlikova. Ha már honfitársa villog az egyik oldalon, akkor azért ő is elhelyezi a maga góljait az érdi kapuban. Ez volt a harmadik. Amorim itt a labdát a fején csúsztatva szerezte meg. Belőle reagálta a leggyorsabban. Krüpes. Erzsákova kap egyet. Volt meg 2 percet. 2 perces kiállítás kapott a gyűlő. Szöleg ellenfelének a szemébe is belekapott. Csak összemosolyognak Zdravko Zobkóval. Itt a borra helyezett el egy kisebb ütést. Tóth, Jerzsákova teszi be. Szabó nem fért a labdához. És most, hogy ember hátrányban vannak a győriek, természetesen nem sietik el a támadást. Dál. Morin harcol ki egy szabad dobást. A Verdiek honlapja kiszámolta, hogy a tavalyi kupadöntő óta a győri csapat 44 mérkőzést játszott, és egyetlen egyszer sem szenvedett azóta vereséget. A Ferencváros elleni 2 döntetlen az, ami a győzelmek monotóniáját megtöri. Tóth Gabriella, 7-es. És az is 2 perc, Brácet. Na ez most azért nem lesz egy könnyű szakasz a Győr csapatának. 47 másodpercig 2 ember hátrány. Fozsa újabb jó védése. Az első olyan amaribb lövés volt, amiből nem lett gól. Szabó Laura jön a 7-eshez. És be is lövi. 23-17 ezzel. Szett is kint, Krót is kint, így hát üres kapuval is létszám hátrányban támadhat csak az Eto. Ki is jönnek nyitottabbra az érdiek, Lassors elől. Korábban volt a francia bajnokság legjobb védőjátékosa is, főleg zavaróban nyújtott teljesítménye miatt. Hansen. Első kiállítás letelt. Oftedal. Görbic. Befutás. Knedlikova. Óha! Elaludtak középütt a védők. Nora Mörk és Fodor Csenge a sérült győriek ünnepelnek. Lekerült a labda Görbichez a szélre, és mindenki arra fordult, azt nézte, hogy a hátuk mögül érkező Knedlikova középen simán befuthatott az üres területre lőni egy könnyű gólt. Jerzsákova kap rossz labdát.
Janót. Lávko húzza le. Köpes kapufa. Lasorsról megy ki. A labda az Etóé. Hát nem mondom, hogy a lehető legtöbbet hozta ki ebből a kettős, majd szimpla ember előnyből az Érd. Pillanatokon belül kiegészülhet ugyanis egy Győr csapata. Oftedal. Christiansen. Brácet, ezt is védi Fozsá. Elkapta azért a fonalat most a francia. Más kérdés, hogy ő csak tartani tudja a különbséget, csökkenteni nem nagyon. Ahhoz támadásban kéne valamivel kirukkolni. Tehát most is 8 perc, 2 szerzett Érdi gól a félidő elején. De az első félidőben a nyitott védekezéssel 9 perc alatt kapott 2-t az Eto. Itt a második félidő elején 8 perc alatt. Jerzsapkova, Kiséva és a kipattanó Oftedálé. Christiansen. Hansen. Oftedál. Lából lövi őt Görbic Anita. Az ilyen hibákon is csak mosolyognak a győriek, ez azért a magabiztosságukat, a fülényüket jól jelzi. Nagy Gábor kérdezi meg, hogy mi volt ez. Simon. Tóth. Lasorsz a szélen. Szép. Visszahúzta Kisévának a rövidre. Ma is csipkedi magát a francia. 4 lövésből 4 gólnál. Zsákova mögött talán a második, vagy másik legjobb érdi. Most kettest védekezik a szélre, Sacl jött. Roth, Hoftedal, Görbic kapufa, Lasorsé, de hova dobja? Saclhoz a szélre oda tehette volna, és akkor most már az ért támadhatna. Rót, Sacl, és ez most már meg is van a narancsmezeseknek. Kröpes ér fel, és lő gólt belőle. Ez most egy remek játék volt, jó védekezéssel, labdaszerzéssel, gyors indulással, könnyű góllal. Magához képest sok hibával játszik Kröpes Lezák, 9 lövésből van 4 gólja. Test is hibázott. Tehát nem a legkönnyebb helyzetekből kénytelen lőni a szélre kiszorítva. Komori. Brácet kapja, Brácet lövi. A 25. Eto gólt. Saját maga 4. találata. Elosztják ma a terheket a győriek, senki nincs kiemelkedően sok góllal, 8-al, 9-el, de sokan 4 előttel. Simon. Kovácsevics, Jerzsapkova, belepattintja Nedlikova kezébe, Brácet, Oftedal, jön a második hullám, Tomori. Talán mind a 3 gólját ilyen második hullámbeli, második fázisú lerohanással érte el Tomori Zsuzsa ezen a mai meccsen. Jókor jó helyen érkezik, és be is fejezi. Kiséva. Már a Sánc lelassította neki a labdát. Rót keze nyúlt bele, és aztán Kis is ott volt, ahol kell neki.
Kicsit korábban jönnek a menetrendszerű cserék. Puhalák érkezik elsőként. Görbic helyére a szélre. Tomori. Most kitámasztásból. 27-19, talán 8 még nem volt korábban közte. Kim Rasmussen szövetségi kapitány figyeli a történéseket itt Debrecenben. A legfrissebb keretének, a jövő heti siófoki japán elleni felkészülési meccsre készülő keretének a 80-85%-a itt van a négyes döntőben. Összesen 4 játékost ad az összes többi csapat a 20 fős keretből. Dunaujváros 1-et, a Fradi 9-et, a Győr és azért 3-at delegál Rasmussen A keretébe. Knedlikova újabb labdaszerzése. Zsapkova sem tudja ott folytatni az érdiek közül, ahol a szünet előtt abba hagyta. Talán ő is fárad. Tomori. Öttek rajta egy nagyot. Oftedal. Rót. Oftedal. Nagyon megragadt a második félidő elején is az Érd. 13 és fél perc alatt összesen 4 gólt lőttek. Szabó Edina lányai időt is kér az érdi edzőnő. Az egy dolog, hogy támadásban türelmetlenek vagytok, ettől aztán nem is nagyon védekezünk. Hagyjátok magatokat leszorítani az emberek ellen. Ezt ne adják el többet, jó? Ezt, oké? Okay? És lépjetek ki az emberekre. Cserélünk, nyugodjunk meg, visszamegy, jó? Minden a... oké. Okay. A Nadi játszik bal szélen, oké? Okay. Jóvannak van a Laurával védekezésre. És te ide jön be a Koko, a Gabit pihentete, te védekezel szélen, oké? Gyerünk, lányok, gyerünk! Egy csajok és mussunk vissza, kettőre! Az egy dolog, hogy támadásban elkapkodja az ér, de ettől viszont nem is nagyon védekezik a csapat, mondta Szabó Edina. Hát valóban ez a második félidő elejé. 13 és fél perc nem sikerült túl jól. Így gyakorlatilag megduplázódott a különbség. Sacl, Jerzsapkova. Tomori szerzi meg a labdát nagyon könnyedén. Brácet már elő, de visszafújják a játékvezetők. Hatosról a szabad dobás. Bódi is bent most már a győrieknél. És ahogy a kispadot nézem, hamarosan érkezik majd Christiansen, Hansen és Pinteá is. Tehát meg lesz az újabb teljes sorcsere. Roth. Ő eddig a mai napon a gólokkal adós maradt, ez csak a második találata volt, de mindössze 3 lövést vállalt el. Inkább az előkészítő játékból vette ki a részét, meg a védekezésből. Tavko. Jerzsapkova. Tóth. Lavko szépen teszi le, Sacl! A szép gól volt. Így most már nem csak az első, a második elődöntő is tartogat Sacl gólt. Ezt Sacl Natali szerezte. De nem adták meg a találatot, marad a 29-19. Oktedál. Így hát több mint 10 a különbség.
lehetett látni a lassításban gyönyörűen, hogy Brácsot mekkorát zárt. Lendületből Oftedal az ő egészen kivételes lábmunkájával egy védőt egy az egyben bármikor képes megverni. Rót szerez újabb labdát, könnyedén belenyúlva a paszba, és dobja ki a pályáról. Ezt most egy kicsit elkapkodta, várta volna a sípszót, de az csak nem érkezett. Tóth Gabriella belemegy, két győri védőt borít fel. Becsukták előtte a kaput Tomori és Brácet. Nem nagyon van még olyan felállás, amit ma nem próbálhatott ki Danyi Gábor. Most épp Tomori, Roth és Hansen középső hármas, Pinteával kiegészülve, Puhalák és Bódi a két szélen. Tomori. Hatalmas termetű Pinteának nem a legkellemesebb, amikor a bokája magasságában jön a passz. Tomori. Ő is belemegy. És ott is marad. Így akár létszám fölényben lehetnek az érdiek, ha gyorsan be tudják fejezni ezt a támadást. Röpezs, Lavko, Sacl. Bent van, és ezt most már meg is adják. Be tudták fejezni az érdi lányok. Első gólját szerezte a mérkőzésen 53-as percben Sacl Natali. Itt ő harcolja ki a belemenést, itt meg ő fejezi be a támadást. És akkor csak van érvényes Sacl gól ezen az elődöntőn is. Hansen. Tizenkét perc még hátra a találkozóból, és tulajdonképpen most már formalitássá változtak a dolgok ezen a mérkőzésen. A második félidő első negyed órája lerendezett mindent, azt hiszem. Nem igazán nőtt fel a feladatod az érd ezen a mérkőzésen. Szabó kap egy csodálatos labdát, és be is fejezi. Röpesz lezák bejátszása után. És bár a folyamatos cserék, az állandó felállás, variálás néha-néha megtorpantják a Győr csapatát, összességében bármikor össze tudja kapni magát az Eto, megrázva magát és még néhány gólt közé téve ezen a mérkőzésen. Tulajdonképpen egy komolyabb hullámvölgyük volt ott az első fél időben 16-10 után, amikor feljött kettőre az ért. Hansen Sáncról megy mellé, marad a labda. Christiansen, újabb szabálytalanság, most Pinteá, Kröpes, gól. Visszakapaszkodik tízen belőre az érdi csapat. Pinteá rántotta le az ellenfelet. Tomori. Kettőt is kapott rövid időn belül. Heisinger védekezik bent. Kettes védőposzton az érdieknél. Most majdnem sikerült nekik is labdát szerezni. Lavko. És Danyi Gábor kér időt. Kicsit dekoncentráltá vált a csapata, úgyhogy úgy érezte Danyi mester is, hogy van mit mondani az együttesnek. One player is out. Please move without goal and continue after. Forget the movement, play one by one. Okay. Zsuzsi, Pihi, Sári jön, jobb kettőbe, Sári, kapott labdából kifelé, egyes, kettes közébe. Okay. Gyerünk tovább. Gyerünk, nincs még vége. Maradjunk azoknál a játékoknál, amiket mondunk. Ezeket játsz. Négy, ezeket. Oké? Okay. Jó? Bátor! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! 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 Gyerünk, gyerünk!
követjük, és észrevették azt hiszem a szakvezetők is, hogy mind a két oldalon alább hagyott a koncentráció. Itt a második félidő második felére, ahogy kialakult ez a nagy különbség, és számos hiba csúszott be itt is, ott is. Közben egy újabb játékos, a Fentaler kap lehetőséget a győri oldalon. Puhalák kapufára. Bódi már nem érte el. Sacl. Krepezs. Szép. Nem is ő volt az elnézés, most már Király Réka bent a jobb szélen az érdieknél is. Szabó Edina is cserélt. Pintea. Gól. Ugye mesélt a bearangozóba Pintea arról a mérkőzésre, amikor ő még az Iszipari játékosa volt, és Érden kikapott a csapat 10 góllal az EHF kupa selejtezőben, de aztán Párizsban 11-jel tudtak nyerni. És kiejtették a magyar csapatot. Hát most is volt 10 gólos különbség, de innen alig, ha lesz ekkora fordulat. Egy nagy kapufa. Kis Éva tolta talán oda a labdát. A Fentaler. Távozik a szezon végén a győri csapattól. A fehérváriakhoz igazol. Bizonnyal, legalábbis egyelőre ez az utolsó esélye most kupát nyerni. Hansen tartja bent. Még akadozós egy támadás. Hansen, de hát mit számít mindez, hogyha van egy olyan játékos, aki 9 méteren túl kitámaszt. És lő egy nagy gólt. Hát hiszem senki nem lépett ki rá, senki nem ütközött vele. Zavarták. Lavko is lejön, Reisinger így támadásban is a pályán. Kovacevic lépett vagy ötöt, mire végéig ért. Marad a 33-23. Hát az első elődöntőben is lehetett érezni, hogy a Ferencváros maximum 50-60%-ot adott ki magából, és nem is játszott igazán jól. Pinteát találják meg megint a győriek, aki a kapufára ejt, aztán ebből most nincs gól. És ez itt, ezen a mérkőzésen is nagyjából igaz. Na, hozzáteszem, amíg nem lett közte 10, addig azért elég jól játszott az Eto. Pintea gyorsan javít. Jó védekezés után gyorsan meg is volt a lehetősége javítani, hiszen gyakorlatilag pár-öt percekig támadott csak az Érd, is adta a labdát. Rengeteg hibával játszanak Szabó Edina lányai. Sok eladott labda, sok technikai hiba, sok szitu, amivel megkönnyítik az ellenfél dolgát. Kovacevic most szépen cselezett, de pontatlanul lőtt. Neki nem akarnak igazán összejönni a dolgai. A Fentaler. Blokkról, hozzá. És Sacl elől. Jó is a labda, szép a támadás. Sacl Natali második gólja. 34-24-re, kerek 10-esre alakítja a különbséget. 40-27 volt az a mérkőzés, amit a bajnokságban játszott egymással a két csapat, méghozzá október végén. Volt közben a 35. győri találat is, a Fentaler gólja. Akkor azonban azon a meccsen, amin az érdiek válogatott beállója Kisfaludi súlyos sérülés szenvedett, és azóta sem gyógyult fel.
18-16 volt az első fél idő, tehát egy fél idő keresztül abszolút pariban volt Szabó Edina csapata. Most ezen a mérkőzésen azért ezt nem nagyon lehetett érezni, legfeljebb ott abban a szakaszban az első fél idő második felének elején, amikor fel tudtak zárkózni. Ez az utolsó pillanat, mi előttünk? Ne kezdetek el áldogálni, mint hogyha mi nem is ide tartoznánk. Tessék minden egyes alázattal, minden egyes labdáért megharcolni. Kommunikáljatok egymás között. Jön az áfetállat, tessék kinépni, lépjetek ki az embereknek. Oké? Adjatok, ugyanúgy játszunk tovább. Örüljetek, hogy itt vagyunk. Nézd meg, ilyen happy. A Sony megy be, mindjárt játszatok, olyan előkészítéseket játszunk, játszatok ezt, amit jó felsőket, Sári jobb kezes, tehát úgy kell előkészíteni, jó? Király Réka volt az, akire rá kell nézni, mert nagyon happy. A győri együttes, bocsánat, az érdi együttes valószínűleg azért arra számított, hogy egy kicsit jobban meg tudja nehezíteni ezen a meccsen az Eto dolgát. Kápa is érkezett a narancsvezesekhez. Most már náluk is mindenki lehetőséget kap. Kovacevic gól. 7 lövésből a második. Ez az ő meccse. És még Hanset ki is állították. A Fettáler. Jansen kapott egyet, ez is 2 perc. Kovacevic is kimegy. Ilyenkor azért már azt hiszem a kulcsjátékosok, akik nagy részben a padon ülnek, gondolkodhatnak nyugodtan előre a hormapi mérkőzésre. Az érdiek számára majd korábban 3-4-kor következik a bronz mérkőzés a dunaújvárosi együttessel szemben. Nyilván éremmel szeretne távozni a kupa 4-es döntőjéről az Érd is, mint ahogy ezt eddig mindig megtette, amikor eljutott odáig. A győriek számára pedig a magyar kupa döntő. Ferencváros elleni újabb nagy harc, itt a dunaújvárosi lányokat láthatjuk, miközben Affenthaler lövi be a győri hetest. Szóval a döntő az pedig 18 órakor kezdődik majd vasárnap. 2,5 hónapon belül a győri Audi Eto KC és a Ferencváros negyedik összecsapása. Egy 39-33-as, 72 gólos meccsen aratott győri győzelem és 2 32-32-es döntetlen után, amelyek közül az első február 2-án itt a mai meccsel újabb kapocs Érden játszották. Landi Gabriella is játék lehetőséget kap a narancssárga feketéknél. Pintea nyúl bele a labdába. Christiansen. Pintea. Üres volt a kapu, de térden állva nem lőtt. Affenthaler majd lő. Kapufás gól a felező vonalról. Itt Pinta a labdaszerzésre, Christiansen sokkal gyorsabban mozdul és reagál. Affenthalernek még arra is volt ideje, hogy leüsse egyszer, jobban helyezkedjen, hogy a buba ívelje. Pinta a sánc. Második félidőben azért minden helyzetéért meg kell dolgozni az Érnek rendesen. 10 gólt szereztek Szabó Edináék összesen a szünet óta. Bódi veszít labdát. Győr pedig, ahogy azon az október végi meccsen, ezúttal is eljuthat akár 40-ig is, de 40 közelébe
bizonyosan eljut. Ránézzük az eredményre, akár még számszerűleg ugyanaz a végeredmény is lehet, 40-27. Lundi, Gávai. Nem hagyják ott bebújni. Király. Landi tenné be, Gávaihoz kerül Hansen. Nagyon hosszú érdi támadás, most már csak egy vagy két passz lehet. Landi, Kiséva. Így úgy látom, hogy egy picivel az alatt a 67 gól alatt marad az Ösztermé és Pálinger Katalin. Hansen. A 60. percre is jut Győri gól. És az utolsó perc, amelyette Hansen góljával indul. Szabó, szép volt. Jerzsapkova találta meg egy jó bejátszással a beállót. Szabó arra úgy jött le a pályáról, hogy húzta a lábát. Lehet, hogy ennél a gólnál sérült meg a bokája. Kevesebb, mint fél perc a hátra idő. Minusz 12-nél az utolsó percben nem éri meg egy gólért sérülés szenvedni. Pintea! Ha-ha! Miket tud? A legfürgébb, legatletikusabb átlövőket megszégyenítő módon masírozott végig. Felugorva, leütve, tovább lépve, befejezve a helyzetet. És ez volt a találkozó utolsó gólja. 39-26-ra 13 gólos különbséggel nyer Danyi Gábor együttese az Érd ellen, ugyanúgy 13 gólos különbséggel, mint október végén, még a bajnokságban. Az első fél időben még úgy, ahogy látótávolságban volt Szabó Edina együttese, de a második fél idő első szakasza az lerendezte ezt a mérkőzést, és végül itt a végén már tulajdonképpen formalitás volt, hogy mi történik az utolsó 10-15 percben. Nagyon sima érdi győzelem tehát. Itt most a számok is, a végeredmény és a különbség is azt mutatja. Az első meccsen azért a Fradi 7 gólos győzelme az első lánézése nem volt akkora differencia, mint amit érezni lehetett a pályán a két csapat között. A két favorit gond nélkül, igazán óriási erőfeszítések nélkül simán veszi az elődöntős akadályt, és így készülhetünk a holnapi szupermeccsre, a döntőre, a Ferencváros és a Győr újabb fináléjára a Magyar Kupáért, az érdiek pedig majd a bronzmérkőzésen a dunaújvárosiakkal találkozhatnak. Azt hiszem, ahogy a Fradinak, úgy Danyi Gábornak és csapatának is maximálisan sikerült az, hogy mindenféle formációban pályára küldte a csapatot, mindenkivel lehetett spórolni, mindenkiben bőven maradt még energia és lendület holnapra, amikor is majd az igazán nagy feladat, a döntő következik. Összejött tehát a zöld-fehér csúcsrangadó vasárnapra, a Magyar Kupa döntőjére. De előtte még foglalkozunk ezzel az elődöntővel, mert dicsértük az érdieket a hozzáállás miatt, hiszen Szabó Edina kijelentette, hogy nem taktikáznak, megpróbálnak mindent kiadni, aztán valahogy meglepetést okozni, de mintha egy picit rágörcsöltek volna erre, mert talán a vártnál is több volt az érdieknél a hiba. Egyrészt igen, rágörcsöltek, másrészt pedig amikor az ember így eltervez egy ilyen dolgot, hogy végig nyíltá tesszük a meccset, és kiadunk magunkból mindent, amit csak tőlünk telik, és akkor közben ez nem így alakul, akkor nagyon el tudja veszteni a fonalat, tehát akkor nagyon össze tud omlani egy csapat szerintem, hogy amikor meglátja azt, hogy esélytelen ezen a mai napon, és ez történt ma náluk, és hát Szabó Edinát láttuk is, hogy itt a végén azért kiakadt rendesen, hogy ne adják fel, és hát tart még ez a mérkőzés, de ilyenkor már nehéz visszajönni a meccsbe. Különösen itt a második félidő egy bizonyos szakaszában beszélhetünk arról, hogy igazán kritikus volt az érdi játéka, és itt le is zárta a Győr teljesen a mérkőzést, itt egy 6-0-ás roham volt,
közte jó sok érdi hiba. Igen, tehát amiről beszéltünk, hogy a védekezésükkel probléma volt az első félidőben, az nem nagyon javult a második félidőben, viszont dicsértük a támadójátékát az érnek, hogy azért mégiscsak 15 gólt lőtt, és ebből aztán nagyon visszavett az Érd, és ez, ennek következtében alakult ki ez a nagy különbség, és utána pedig már tényleg csak arról volt szó, hogy valahogy teljenek a percek, és hát nem sok jött az Érdtől, és ennek következtében aztán a Győr is annyit hozott ki magából, amennyi kell, de így is a nagy nyomaga biztosan nyerte meg ezt a mérkőzést. De nem véletlen, hogy Szabó Edina azért próbálta felrázni a csapatát, hát te edzőként pontosan tudod, hogy egy ilyen szituációban azért nyilván nehéz lehet, mert most jött egy nagy pofon, de közben pedig valahogy túl kell lépni ezen, mert holnap meg bronzmeccs van. Igen. És azértnek az nagyon fontos. Természetesen. Nagyon nehéz ez. Általában az ember igen fogadkozik, hogy szeretné minél jobb teljesítmény nyújtani, és aztán úgyis a játékosokon múlik aztán ezt, hogy mit tudnak magukból kihozni, de én azt gondolom, hogy nem lesz kihatással ez. Tudták jól, hogy azért a Győr az esélyesebb, várható volt, hogy ők fognak a döntőbe kerülni, és én azt gondolom, hogy azért egytől függetlenül egy jó meccset fog tudni játszani a Dunaújváros ellen, és én azt gondolom, hogy azért lesz az esélyese annak a találkozónak, de majd kiderül lesz holnap. Még a mérkőzés előtt azt mondta Danyi Gábor, hogy ő egy gólos győzelemmel is elégedett lenne, hát ehhez képest összejött egy 13 gólos siker, hallgassuk meg a győriek mesterét. Gratulálok a győzelemhez, illetve a döntőbe jutáshoz, most már mondhatom, egy 13 gólos siker. Számított erre a mérkőzés elején, ugye itt pedzegett, hogy két napban kell gondolkodni, kicsit talán tartott is ettől, de most így utólag? Nem, abszolút nem gondoltam, hogy ekkor lesz a különbség. Nem is vártam, hogy így, ez most így sikerült. Voltak azért periódusok, amikor tudatosan vissza is fogtuk, és nem futottunk, és igyekeztem mindenkinek játék lehetőséget adni. Az, hogy ez így alakult, most mondhatnám, hogy nem tehetek róla, vagy nem tehetünk róla. Talán azért sem hittel, amikor főleg nyitott védekezés ellen kellett támadniuk, hogy ma itt esetlegesen komoly esélyük lehet, azt nagyon-nagyon egységesen és nagyon jól csináltuk. Utána jöttek a hullámvölgyeink szokás szerint, de még egyszer mondom, ez ma pont megfelelt a célnak. Mérkőzés előtt mondta, hogy hát igazából erre a mérkőzésre koncentrál elsődlegesen, de hát most már lehet egy másik rangadóra koncentrálni, tulajdonképpen már csak Debrecenben nem játszott egymással a Ferencváros, illetve a Győr. Mennyit adott ki magából a Győr? Hát ezt nehéz százalékban megmondani. Annyit adtunk ki, amennyi a mérkőzés, amikor eldőlt, akkor visszavettünk a tempóból, és nem azért, mert a másik játékosokat küldtem be, hanem tudatosan visszavettünk belőle. Akik bejöttek, azok is nagyon sokat hozzátettek. Az, hogy holnap a Ferencváros ellen mennyi energiánk lesz, azt majd meglátják a kedves nézők. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki kiteszi szívét, lelkét a pályán. Köszönöm. Mi pedig bízunk benne, hogy egy remek finálét láthatunk majd, hiszen a döntőben tehát összejött a csúcsrangadó Ferencváros Győr, előtte pedig majd a Dunaújváros az Érddel csap össze, ugye a bronzmérkőzés 16 óra, a döntő pedig 18 óra, az M4 Sporton várjuk majd önöket. Viszont még nem menjünk el a győriek teljesítménye mellett, mert hát egyrészt elmondta Danyi Gábor is, még egy picit, mintha elnézést is kért volna ezért, hogy hát talán túl nagy különbségű lett ez a győzelem, pedig hát ő visszafogta a csapatát, hogy azért tényleg próbált mindenkit pihentetni. Tehát láthattuk, hogy azért itt mindenki igencsak jó formába lendült. Amorimról is beszélgettünk, de azt hiszem, hogy Tomorit is ki lehet emelni, főleg itt a második fél időben. Igen, meg úgy összességében az egész győri csapatot, tehát nem fogták vissza magukat, legalábbis amíg kellett, hogy megnyerjék a meccset, addig egyáltalán nem. Látszott, hogy jól érzik magukat a pályán, jól együtt dolgoztak ma, és ez abszolút könnyű sikerhez vezetett. Hát szerintem őket is azért meglepte, nem a saját maguk jó játék, ahhoz azért már hozzá vannak szokva, hanem inkább nagyobb ellenállásra számítottak az Érdtől, és talán erre értetted, Danyi Gábor, hogy kicsit elnézést, vagy nem tudom, hogy fogalmazott már, de hogy furcsa volt nekik, hogy mint hogyha többre számítottak volna az Érdtől. És Amorimnál is beszélgettünk arról, hogy neki is a védelemben vannak fontos feladatai, hát Tomorira ez hatványozottan igaz, de hát most ezen a meccsen ő is azért némi önbizalmat gyűjthetett támadásban is.
Szépen, ő is azért sokszor a lerohanások végén volt eredményes, tehát ez nagyon fekszik neki ez a játék. Ezt ő már Fradiban is nagyon szerette, meg előtte is a Győrben, hogy meghúzzák neki a társai, és jó lendületből érkezve harmadik hullámban akár, és akkor ő ott be tudja fejezni ezeket a támadásokat. Ez nagyon megy neki, és ma nagyon jól is csinálta. Úgyhogy várhatóan jó hangulatba került, és így készülhet majd a fináléra. Előtte azért hallgassuk meg az ő véleményét is. Gratulálok a 13 gólos győzelemhez, illetve a továbbjutáshoz, a döntőbe jutáshoz neked is. Mi múlt az, hogy ekkora lett a két csapat között ez a különbség? Nagyon jól kezdtük ezt a nyitott védekezést, 3-2-1-ben nagyon agresszívak voltunk, ott el tudtunk menni 6-2-re, 10-5-re. Ott egy kicsit úgy éreztem, hogy meg tudtunk lépni az értől. Ott fel tudtak zárkozni, volt egy kisebb hullámvölgyünk az első fél időben, de a másodikat is így kezdtük, és ez a 10 gólos különbség kialakult. De még egy hajtós kis meccs volt, úgyhogy számunkra ez tökéletes volt. És hát jön egy olyan döntő, megint a Ferencváros ellen. Hát ebben a szezonban úgy még nem játszott egymással a két csapat, hogy előtte lévő nap is játszott egy mérkőzést. Mit sejtesz holnapra, milyen forgatókönyvet, inkább maradjunk ennél? Ha azt nézzük, hogy mostanában hogy játszunk egymás ellen, akkor én egy roppant izgalmas, egy kiki meccsre számítok, amit tényleg az utolsó percekbe fog eldőlni, ha a normális forgatókönyvet nézzük, de azért bízom benne, hogy amit te is mondtál, most mindenkiből kivett egy picit ez a mérkőzés. Mi megpróbálunk holnap is az elejétől kezdve nagyon-nagyon agresszívan védekezni, abból futni többet, hiszen nekünk több cserénk van, úgyhogy bízok benne, hogy a Fradi egy idő után ebbe belefárad, de mindig az egy ilyen hektikus mérkőzés, nem tudom, ebbe a szezonban valahogy a Fradival nem tudunk egy lépéssel föntebb lépni, úgyhogy most kívánom magunknak, hogy ez holnap sikerüljön, de mindenképp egy nagyon-nagyon jó meccsre számítok. Legyen így, mi sem kívánunk mást, de ha kiindulunk például a két legutóbbi Bajnokok Ligája találkozóból, mindkét alkalommal döntetlen született, tehát azért ez jelzi, hogy most nagyon ott van egymás nyakán a két csapat. Igen, igen, én is egy nagyon jó mérkőzésre számítok. Minden lehetséges ezen a Győr-Fradi meccseken. Az biztos, hogy mind a két csapat a maximumot próbálja nyújtani, és fogja hozni. Én nagyon bízom abban tényleg, hogy egy ilyen szoros, izgalmas találkozó. Most, hogyha az elődöntőket nézzük, akkor láttál bármi olyat, ami esetleg mondjuk a döntőre kivetítve azt mutatná, hogy egyik vagy másik csapat jobb formában van, esélyesebbnek tűnik? Nagyon nehéz ez. Hát pont már volt szó erről a két évvel ezelőtti kecskeméti döntőről, amikor a Győr, ha jól emlékszem, 20 góllal győzött az elődöntőben a Debrecen ellen, a Dunaújváros ellen a Ferencváros pedig szenvedett végig, és aztán mégis a Ferencváros nyerte meg azt a döntőt, ugye hetesekkel. Nem lehet ezt megjósolni. Talán azt látom, hogy egy magabiztosabb, stabilabb játékot nyújtott ma a Győr ezen a találkozón, és de ez még mindig nem jelenti azt, hogy ez most bármilyen szinten a Győr javára szólna majd a holnapi nap folyamán. Majd meglátjuk, de hát lesz még előtte egy bronzmérkőzés is, ahol pedig a Dunaújváros és az Érd lesz érdekelt. Most hallgassuk meg Szabó Edinát, az érdiek mesterét, hogy hogyan értékeli a vesztes elődöntőt. Mi az, amit ezen a mérkőzésen viszont látott a csapatától, amit kért a találkozó előtt? Ugye beszélte, hogy nagyon nagy ambícióval szeretné elkezdeni a csapata ezt. Mit kapott vissza ebből? Hát sok mindent visszaláttunk. Tehát én azt gondolom, hogy aztán az a kezdeti megilletődöttség, az akkor aztán visszajöttek a lányok a meccsbe, és akkor nagyon szépen játszottak. Szóval annyira jellemző volt erre az ott az első félidő végén, amikor visszajöttünk 3 gólra, az, amit ellopott az Amorim labdát, és akkor az ott az erősebb csapatoknak a jellemzője, amikor ilyen helyzetet meg tudnak csinálni. De hát én azt gondolom, hogy addig úgy jó tartása volt az embereinknek, aztán tehát a beállóikkal nem tudtunk mit kezdeni. Ez egy... ahogy elvesztette a második fél időben a védekezésünk az agresszivitását,
Párfozsa ott elég sokat, sok labdát megfogott, hogy nyilvánvaló volt, hogy ezt itt nem tudunk komolyan ellenállni. Ezt egy kicsit sajnálom, de viszont az nagyon jó volt, hogy mindenkit be tudtam tenni, és szerintem elég jól szálltak be a fiataljaink, hát ezek gyerekek, úgyhogy az álomba az maradt, hogy végül is mindenki pályára lépett, mindenki részt tudott venni ezen a találkozón. Azt hiszem az erőviszonyok azok tükrözik az eredményt. Én azt hiszem, hogy azért, tehát én nem vagyok csalódott. Az eredmény miatt igen, de a csapatom miatt nem. Szerintem ez egy volt benne nagyon sok jó dolog. Sok sikert kívánunk a folytatásra, köszönöm szépen. Hiszen maradt esélye az Érdnek, hogy ezúttal is éremmel zárja majd a Magyar Kupa 4-es döntőjét. A bronzmérkőzésen a Dunaújváros lesz tehát az érdiek ellenfele. És ezzel a találkozóval majd ugye 16 órától várjuk Önöket. Előtte viszont a férfi bajnokságból láthatják majd a csúcsrangadót, a Szeged-Veszprém összecsapást. Ezzel kezdünk vasárnap, indítjuk a kézilabdás blokkot, aztán pedig a bronzmérkőzés a női Magyar Kupa 4-es döntőjéről, majd a döntő 18 órától. Én szakértőimnek köszönöm szépen a segítséget, Ferling Benedettnek csak mára, hiszen holnap érkezik majd Delirita társaságában, és akkor várjuk majd Önöket a bronzmeccsel, aztán pedig a fináléval. Most a folytatásban labdarúgás az OTP Bank Ligából az Újpest-Kisvárda mérkőzést közvetítjük. Tartsanak velünk, további szép napot, viszontlátásra!